Mariai Gyula vagyok, a vállalkozói érdekképviselet Pest megyei és budapesti szervezetének, ugye nálunk ez a közép-magyarországi régió, elnöke. Nagy örömre szolgál nekem is, elnök úrral egyetértésben, hogy egy ilyen magasrangú és gazdasági emberekkel megtűzdelt delegáció fogadásában, és majd ennek a delegációnak a vezetőjével együttműködve egy együttműködési megállapodást írhatunk alá. Hajnan tartománya Magyarország számára és a közép-magyarországi vállalkozók számára is egy kézzelfogható méretű tartomány, de amint erről én olvastam, Kína egyik legszebb tartománya. 所以我们叙利亚人呢，就是这个海南岛啊，海南省啊，就可以理解成一个叙利亚的，叙利亚的规模的一个地方。所以呢，就是叙利亚人就是比较好理解这个规模。但是呢，我又听说呢，这个地方也是中国最美丽的一个地方。 Egy kínai legenda szerint hajnan volt a világ széle. 所以呢，我听说呢，就是中国呢，过去有个传奇，说就是这就过去是世界的最后的一个地方。 Viszont megnéztem nálunk a 2007-es kiadású földrajzi atlaszt, nem az internetet, különleges övezetnek nevezi Hajnan tartományát. Egy 1867 méter magas csúccsal, turisztikával, egész évben gyönyörű napsütéssel, gyönyörű tengerparttal. 所以我又查到了，就是海南岛呢，就是海拔最高的地方，就是有一个1867米高的一个山，就是拥有漂亮的海滩呢，就是漂亮的地方。Ez már, ez a tény már önmagában elég arra, hogy egy vállalkozónak fölkeltse az érdeklődését. Ha emellett még a gazdasági eredményeket is számba vesszük, akkor biztos, hogy jó helyen vagyunk jelen pillanatban. A leendő megállapodás, együttműködési megállapodás, amely aláírásra kerül, ez egy keret megállapodás. Minden megállapodás annyit ér, amennyiben tartalommal ki tudjuk és ki fogjuk tölteni. Én bízom benne, hogy mindkét fél, mindkét oldal, az önkormányzat, a egyetemben, mint három oldal, azért ül itt ebben a teremben, ebben a gyönyörű épületben, hogy ezt a megállapodást, ezeket a megállapodásokat tartalommal töltsük ki, és ennek gazdasági eredménye legyen. Én ebben nagyon bízom, és így kívánok önöknek jó tanácskozást a mai napra, és a későbbiekben pedig hosszú távú eredményes együttműködést. Köszönöm szépen.